Innovációs fejlesztésekbe kezd a Sóstói Múzeumfalu idén-nyáron. Szabó Sarolta, a Skansen igazgatója 35 perc című műsorunkban elmondta, a hagyományőrző jelleget megtartva szeretnék kényelmesebb helyé tenni az épületeket, ezt segíti a Nyíregyházi Önkormányzat sikeres pályázata is. A felújítások július 1-én kezdődnek, ez idő alatt a múzeumfalu biztonsági okokból zárva tart. Nem szeretem ezt a szót, hogy látogatócentrummá alakul, de a látogatók számára biztosít olyan kényelmi körülményeket, amelyeket eddig a jelenlegi épületünk ezt nem tudta biztosítani. Részben bővül, tehát megnagyobbodik maga a bejárati épület, tehát átépítésre kerül, illetve olyan felszereléseket kap, ami hozzájárul ahhoz, hogyha a látogató belép és bejön, és jegyet vesz ebben a térben, akkor jól érezze magát egyből rögtön a belépés pillanatában. A fejlesztés részeként egy applikáció is készül, ami tájékoztatja az embereket a múzeumfaluról, a hagyományos paraszti kultúráról és értékeiről, amelyeket a Skansen közvetíteni szeretne a látogatók számára. Ezen kívül digitális terminálokat is elhelyeznek az épületekben, szintén informális szándékkal, valamint új tartalmakkal bővülnek a múzeumfalu online közösségi felületei is. Jelen pillanatban igazából nincs kivilágítva a múzeumfalu, legfeljebb a falu központban a templom harangtorony van megvilágítva, de a többi épületünk jelen pillanatban nem. És hogyha ez a felújítás befejeződik, aminek a várható ideje az március vége felé lesz, akkor lehetőség nyílik arra, hogy esti programokat is tartsunk, és olyankor ki tudjuk világítani a múzeumfalut. Jelenleg egy évben egyszer, vagy legalábbis eddig június 23-án éjszaka szoktuk kivilágítani, de hát ezt külön meg kell valósítanunk, tehát kiépíteni a világítást. Ezeken kívül felújítják még a Skansenbe vezető utat is, valamint lelátót építenek a jelenleg üzemen kívüli szabadtéri színpadhoz. A Skansen legközelebb június 23-án várja a látogatókat a Szent Iván éji rendezvény keretében.